Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a kedesti sorozatunkat a Hasid történeteken. És a mostani történeteket azt lejegyezte egy Hasid rabbi, az a neve Zalman Simon Dvarkin. Én még egy picit ismertem őt. Ő leírta ezeket a történeteket. Érdekes dolog, a többek között azt idézi, hogy azt mondta az Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalman, ha, hogy kell ezt fordítani, ha bátor lennék, igen, ha bátor lennék, akkor két dolgot, több dolgot bevezetném, köztük az egyik az, hogy az ünnep, az, hogy minden ünnep az két napos, az ne csak külföldön legyen, hanem Izraelben is. És ez tényleg egy nagyon érdekes dolog, mert elvileg csak külföldön kellene két napot tartani. Csak talán itt más véleményekről van szó, hogy csak azokban a városokban és településekben nem kell tartani két napot Izraelben, ahol történelmileg ott nem tartották. Azt én történelmi tudunk, ott volt ott a település, és nem tartott, de nem egész Izrael. De ez nem lett az elfogadott szokás. Az elfogadott szokás az, hogy minden, ami Izrael területen belül, azt nem tartanak két napot, akkor talán ez az egyik dolog, amire az Alter Rebbe úttal bevezetne a két napos ünnepet Izraelbe is. És a másik dolog, hogy a papi áldásnak a elmondása azt minden nap. Mert Izraelben sok helyen ez a szokás, hogy minden nap hangzik el a papi áldás. Ez a szefárdi szokás is. De az askenázi szokás Kelet-Európában az csak ünnepekkor is. Azt mondja, szívesen én bevezetném, szinte kellene azt bevezetni, hogy minden nap legyen. Hát de nem volt bátor, mert szokásnak a változtatása az tényleg ez bátorság kell. Ez az egyik dolog, amit a megyek Izraelben nagyon élvezem, hogy közben, évközben papi áldást hallok. Az Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalmannak a fia volt Rabbi Dovber. Haszidok őt a középső Rebbe-nek nevezik, azt mondja, középső három közül, a második Rebbe. A második Rebbe az a középső. És amikor ő nagyon fiatal volt, akkor már kezdett írni mély haszid diskurzusokat. És egyszer az Alter Rebbe megtudta, erre az Alter Rebbe azt mondta, hogy kérem, szeretném látni, amit írtál. És odaadta, és erre azt mondta az Alter Rebbe, neki jó, kérem, gyere át este vacsorára. Együtt fogunk vacsorázni. Jó? És az Alter Rebbe azt mondta a Rebbetzennek, a feleségének, figyelj, kérem készíteni egy ilyen ünnepiesebb vacsora, mert jön egy nagyon komoly vendég. Ki érkezett meg? Alter Rebbenek a fia, a Rebbetzennek a fia, Rabbi Dovber. Jó? Alter Rebbe kért tőle, hogy mondjon egy kis haszidizmus. Az elején nem akart mondani, miután a Chaimat mondott, akarva mondat. Na, nagyon-nagyon szép volt. Jó, vége van az étkezésnek, erre kérdezi a Rebbetzen, a feleség, az Alter Rebbetől, figyelj, hol van az a komoly vendég?
Mert azt mondja neki, az a Rebe, a fiad, az a komoly vendég. Olyan szépen, olyan mély dolgokat mond a haszidizmusban, hogy ő a komoly vendég. A Jassziban, az Romániában van, Jassi az, azt hiszem, hogy Romániában van, volt az mindenképpen, ott volt az Alter Rebe neked haszidja, az volt a neve, hogy Mojse Jichak. És ő egy híres haszidja volt az Alter Rebének, és egyszer csak oda költözött a városban, Jassziban, oda költözött az Apti Rebe, Rebe Avram Yeshua Heshon. És ő ellenezte az a fajta tanítást, amit az Alter Rebe bevezetett, hogy ezek a legmélyebb kabbalisztikus fogalmakat is megfejteni, és elmagyarázni, és terjeszteni, ez neki ez nem tetszett. És ezzel, mikor ő jött Jassziban, volt egy kis feszültség, mert a Mojse Jichak ő egy Chabad haszid volt, és sokat tanított, és a Apti Rebe ellenezte. Egyszer az Apti Rebe nagyon mérges lett, hogy a Mojse Jichak nem hagyja abba, és erre azt mondta, nagyon mérges volt, és akkor megátkozta, azt mondta, még ebben az évben meg fog halni. Erre elment a Mittler Rebehez, Rabbi Dovberhez, a második Chabad Rebének, aki, amikor hallotta a történetet, erre ilyen megtámasztotta a fejét ilyen mély gondolatban, és a végén azt mondta, te túl fogod élni őt, vagyis Mojse Jichak hosszabb életet fog élni, mint az Apti Rebe. Aztán folytatta, túl fogod élni, hosszabb életet fogsz élni a fiannál is. És túl fogod élni, hosszabb életet fogsz élni az unokájánál is. Azt nem csak nem fog ebben az évben meghalni, hanem hosszú-hosszú élete lesz, és tényleg közel 100 évesen hunyt el. A Mittler Rebének, Rabbi Dovbernek volt egy Samesza, aki minden nap tanult egy kis talmudi misnákat, ugyanint minden nap mondott egy kis zohát. Erre egyszer megkérdezi a Rebet, mondta, melyiket élvezel jobban? A talmudi misnáknak a tanulását, vagy a zohát? A zohának a tanulását. Erre azt mondta, a Samesza azt mondta, Rebe, az igazság az, hogy amikor tanulok azokat a misnákat, akkor én értem. És ez tényleg értem azt valamilyen szinten, de a Zohárt egyáltalán nem értek, mert a Zohár az mélység, kabbalisztikus, ennek ellenére jobban élvezem a Zohárnak a tanulását. Erre úgy válaszolta Sámat. Erre azt mondta neki a Rebe, a Mittler Rebe, Rabbi Dovber, igazad van, mert a lélek jobban élvezi a Zohárt, és a lélek ő megérti. Lehet, hogy az ember nem érti, de a lélek megérti, és a lélek azt jobban élvezi. Azt írja itt a Rabbi Zalman Shimon, azt mondja, az apósomtól hallottam, aki hallott az ő nagyapjától, Rabbi Meirtől, aki a Tzemach Tzedeknak a haszidja volt. Tzemach Tzedek az a harmadik Rebe. Azt mondja, Paravranka, nem tudom ezeket kiejteni, ő valahol lakott Paravrankán, és ő gyalog ment Lubavicsba. Erre azt mondja, amikor a Tzemach Tzedek, a harmadik Rebe már idős volt, akkor már nem nagyon volt Yechidut. Yechidutról beszéltük már sokszor, Yechidut ez az, amikor be lehet menni személyesen a Rebehez, és átbeszélni
elsősorban a spirituális problémákat, de Rebbe hogyan tanácsolja, milyen irányba, stb. Hát ebben az időben a Szema Szedik nagyon idősebben nem volt Jehidut, hanem a Szema Szedik ült a nagy szobában egy asztalnál, és mindenki átment ott az asztalnál, és a kezében volt egy cetli, amit a magyar és galiciai hasidok kvitlinek szoktak nevezni. A cetli vagy kvitli, le vannak írva, hogy mik a problémák, és a cemetei szokta átvenni ezt a cetlit, és cserében szokott valamit válaszolni. Nem volt ez egy egész hosszú hír, az ember leírtak, a kapott valami választ. Ez a bizonyos Rebbi Meir azt mondja, ugyanénégében sorban álltak, és egymás után mentek be a Cemach Cedekhez. Erre azt mondja Rebbi Meir, ott volt az ember előttem, aki adott a Cemach Cedeknek egy cetlit. És az volt ráírva, figyeljünk jól a héber szavakat, le oirer rachamim rabim, nagy irgalmat ébreszteni, al bnei mispachti, a családomra. Jó, odaadta a Cemach Cedeknek a kvitlit, erre a Cemach Cedek kezdi olvasni, jó, nagy irgalmat ébreszteni, al bni misifhati. Ugye, mivel a cetli, a kvitli nem volt kipontozva, ugyanezeket a betűket lehet másképpen is olvasni, ahelyett, hogy a családomra, a fiamra, a szolgáló lánytól. És akkor a Cemach Cedek egy kicsit hangosan olvastam, hogy lajre rachmeim rabim al bni misifhati. A fiamra a szolgáló lánytól, vagyis házasság törés volt itt. Nem a feleségétől volt a gyerek, hanem a szolgáló lánytól. Az illető, aki adta a cetlit, kiavítottam, hogy ne, Rebbe, nem azt írtam, hogy bni misifhati, hanem azt írtam, hogy bnei mispachti, a családom. Erre a Cemach Cedek megint olvasta. Nézzük meg. Al bni misifhati, fiamra a szolgáló lánytól. Megint azt mondja, Rebbe, nem ezt írtam, én írtam bnei mispachti. Erre a Cemach Cedek már reagál, azt mondja, petach, petach. Petach az egy ilyen jidis kifejezés, hogy ilyen butuska, butuska. Kinek akarsz te mesélni? Kinek akarsz te mesélni? Vagyis a Cemach Cedek azt mondja, én pontosan tudom, hogy neked van fiad a szolgálalánytól, mit akarsz itt tagadni? És az illető kezdett sírni, és akkor a Cemach Cedek elmondta neki, hogy előírás szerint hogyan kell megtérni. A volt egy Rebbe, az volt a neve Rabbi, az Lacsövi Rabbi Mechel, vagy Rabbi Mechele. Egyszer Sábeszkor, az Lacsövi Rabbi Mechel, ő nem volt a Chabad Rebbe, nem is tartotta helyesnek, hogy a Chabad Rebek ilyen mély haszid diszkurzusokat mondanak az összes haszid, neki nem nagyon tetszett. Ez volt az általános álláspontja a kérdésben. De ezen a Sábeszen egy hosszú, mély fejtegetést mond. Erre megkérdeztek a haszidok tőle, Rebbe, mi történt, átálltál a Chabadba? Erre azt mondja, nem? Hanem ezt hallotta most péntek délután ment a mikvében, ugye szoktunk megtisztulni a rituálisan is a mikvében, és Sábesz tiszteletére péntek délután, és a Gan Edenbe,
Az Édenkertben ezt a tanítást mondta. Na, ezt a tanítást mondtak, attól a muszáj ezt ismételni. Egy másik történet, a Cemach Cedek, ez nagyon érdekes. A Cemach Cedek a harmadik Lubavitchi Rebbe, egyébként a neve volt Rabbi Menachem Mendel, ugyanúgy, mint a hetedik Lubavitchi Rebbe, és a Cemach Cedek, ő világhírű nagy tóra tudós volt, vagyis nem csak a haszidizmusban és a kabbalisztikus fejtegetésben, hanem a halakában. De ugyanakkor ő nem volt Lubavitchnak a hivatalos rabbia, hanem volt egy bizonyos rabbi Avraham, aki a hivatalos rabbia volt Lubavitchnak. Erre bevezette a Cemach Cedek azt, hogy van egy sájle, vagyis hogy van egy valási kérdés, egy rituális kérdés, akkor a rabbit meg kell kérdezni. Igen ám, de azt kérte, hogy előbb mondják el, mi a kérdés, amivel fognak fordulni a rabbihoz, rabbi Ábrámhoz, és utána jöjjenek mondani neki, hogy mi a válasz. És egyszer levágtak egy csirket, és volt benne egy sájle, nem mondja pontosan mi az a sájle, mi volt a sájle, de erre megmutatták ezt a Cemach Cedeknek, és utána valami nem stimmel itt. Szóval mondják el a Cemach Cedeknek, mi a sájle, mi a kérdés és mi a válasz. Egyszer volt egy kérdés egy csirkéről, elmentek a rabinak, és a rabbi azt mondta, hogy tréfli, nem kóser. És amikor elmondtak a Cemach Cedeknek, a rabbi azt mondta erre, hogy nem kóser, erre odahívatta magához a rabbit, és kezdett bele beszélni a témáról, akarta bebizonyítani neki, hogy nem volt igaza, hogy azt mondta, hogy tisztátalan. És a Cemach Cedek mindenféle bizonyítékakat idézett a Talmudból, a Sulchánnál, mindenfélekat ebben is ebben az esetben, az, hogy valami tréfli, ez nem tréfli, hanem kóse. A vége már annyi bizonyítékot hozott a Cemach Cedek, de a vége a rabbi mérges lett, és azt mondta, én vagyok itt a városnak a rabbia, és én azt mondom, hogy tréfli. Szintén nem tudod megcáfolni a Cemach Cedeknek a bizonyítékai, de ragaszkodod ahhoz, hogy én vagyok a rabbi. No, egy idővel később, pár percet, pár órával, azt mondja a Cemach Cedek a legidősebb fiának, a Jude Leibnek, azt mondja, azt hiszel, hogy amit ő pászkanolt, az az ítélet, amit ő mondott, nem volt igaza? Teljesen igazolt, mert én elnéztem valamit a Bérhétevben. Bérhétev az az egyik kommentátor a Shulchan Aruchnak, hogy van Bérhétevnek is. És akkor azt én valahogy ezt én elnéztem. De ez nem jelenti az, hogy ő tudta, ő se tudta. De az, hogy valaki hivatalosan a Maradászra, a városnak a rabbia, akkor az Isten segít neki, hogy tényleg minden rendben legyen. Amikor a Mitele Rebbe lett a Rebbe, ugye Alter Rebbenek a fia Rabbi Dovbenk, ő lett a Rebbe, akkor kinevezte a V-t, aki később a harmadik Lubavitchi Rebbe lett, Rabbi Nehemiát és a Kaleszki Rabbi Avrámat, hogy ez a három ember egyedül
Nem, rosszul mondtam. Ez a Tzemach Tzedek kinevezte Rabbi Nehemiát és a Kaliszki Rabbi Avrahamot, hogy ők válaszoljanak sájlekre a kérdésekre. De azt kérte, hogy mindig előre mutassák meg neki, mielőtt az végleges. Jó? Egyszer volt, jött egy sájle, egy rituális kérdés, a Tzemach Tzedek megírta a választ. De nem mutatta meg. Hát rosszul mondtam, nem, akkor mégis az első verzió volt jó. A Mitler Rebbe Rabbi Dovber kinevezte egy a Tzemach Tzedeket, kettő Rabbi Nehemiát, három a Kaliszki Rabbi Avrahamot, hogy válaszoljanak sájlekre a kérdésekre. De mindig mutassák meg neki. Egyszer az nagyon sürgős dolog volt, azért megírta a responzum válaszát, mivel nagyon közel volt. És nem nagyon volt idő, nem adódott, hogy tudjon találkozni a Rebével, aki az apósa volt egyébként, hogy tudjon ezt neki megmutatni, mondta, hogy figyelj már, mióta írek, és soha nem javított bele, akkor ez jó lesz. Utána, később, amikor volt, az alkal megmutatta a Rebbenek, azt mondta a Rebbe, neki nem értem. Tosszaf volt ebben és ebben a traktátusban, Jevamot traktátusban, Jevamot a házad, a Sógar házasság. Onnan úgy néz ki, hogy meghalt tőle, pedig úgy tűnik, megint rosszul mondtam. Azt mondja, a Tosafot, ott a Jevamotban ellentmond annak, amit te mondtad. Amit te írtál itt. Azért mindig valahányszor az volt, hogy megmutatta az apósnak, a Rebének, az rendben volt. Most, amikor nem mutatta, pont most volt a hiba. Szerintem nagyon szívehez vett, azt mondta neki az após, a második Rebe. Csend, még nem vagy Rebe, és a tévedtel egyszer. Nem a világ vége. Ami azt jelenti, hogy ha valaki Rebbe, akkor nagy baj, hogy a téved. De ha nem is vagy Rebbe és téved, tovább kell tanulni a Tórában. A Tzemach Tzedek, a harmadik Rebbenek a felesége, ő minden nap rengeteg Tillemet Zsoltár a könyvében olvasott. De sajnos sok volt a hiba benne. Azt jelenti, ilyen nyelvbotlás, de rosszul olvasott. Egyszer megkérdezte a Rebecen, a Tzemach Tzedeknek a felesége, a fiát, a Marilt, a Judah Leib, azt mondja, nem értem. Miért nem tudok félből mondani a Tihlimet, a Zsoltára könyvet? Én egész nap, minden nap elmondom az egész Zsoltára könyvét. Akkor nem lenne itt az ideje, tudják ezt az egészet mondani akár fejből. Mert azt mondja, már élet kicsit cinikusan válaszolt neki, azt mondja, az a baj, hogy minden nap más-más hibákat mondasz, úgy a szöveg egyáltalán nem... A szöveg egyáltalán nem ugyanaz. De kicsit cinikus volt, hogy össze-vissza olvasok. Erre a Rebecen elment a férjehez, a Tzemach Tzedekhez, és azt mondta, figyelj, a fiam azt mondja, állandóan hibázok az olvasásban, talán jobb lenne, ha nem mondjak semmit. Erre azt mondta Tzemach Tzedek a fiának, a Judah Leibnek, vagy rövidítve a Maril, azt mondta, az, hogy nekem sikerült túlélnem Pétervárat, azt mikor letartasztották, tudod miért, honnan volt a lelki erő erre? Az anyukádnak a Zsoltár olvasását. Ami azt mondta, te egy kicsit ilyen cinikusan mondtál, össze-vissza olvasad, tudni kell, hogy ez nagyon-nagyon szép, és... különleges. Kérem, Tzemach Tzedek fiának kérje a bocsánatot az anyukától.
egy másik hihetetlen történet. Egyszer jött egy nő a Csernobili Rabbi Áron, híres haszid mester. És azzal a panaszsal jött, azt mondja, hogy a férje szeretne válni. Miért? Mert az volt a pletyka, hogy ő házasságtörést követett el. Erre a Csernobili Rabbi Áron állásfoglalt volna a téma, azt mondta, ó, erre menjen el a Cemach Cedekhez. És erre a Cemach Cedek alaposan megvizsgálta ezt a halakát, és azt mondta, hogy ez az ember már nem élhet tovább a feleségével, mert házasságtörés esetében el kell válni. El kell válni. És én azt mondta, hogy Cedek neki, figyelj, nincs mese. Erre a Csernobili Rebbe, Rabbi Áron, azt mondta a Cemach Cedeknek, nem értem, mi alapján mondtál azt, hogy ő tilos, mert házasságot tört. Néztem rá, az homlokára, és akkor semmi nyoma nem volt a bűnnek. Akkor ezek szerint nem vétkezett. Erre azt mondja neki a Cemach Cedek, nem. Ő lemosta az homlokáról azzal, hogy sírt és megbánta. De ugyanakkor a halakha mindig azt mondja, hogy tilos. Azt mondja, te, Csernobili Rebbe, nem látod az a homlokán, ez nem egy bizonyíték, halakhikus bizonyíték, hogy nem volt itt házasságtörés. És ezért sajnos muszáj kimondanom azt, hogy tilos tovább együtt élni. Volt egy idő, amikor a Cemach Cedeknek mindig reggel, rögtön, még ima előtt kellett innia egy nagy pohár hideg vizet. És az, hogy készen legyen vele. Nem, az tényleg, hogy még ima előtt rögtön szokott inni. Az, hogy kész legyen, kéznél legyen, erre már előző este szokott a Sameszt elkészíteni, úgy egy másnap reggel a Cemach Cedeknek várt rá ez a pohár víz. Igen ám, de egyszer víz helyett vodkát tett. Mert azt hitte, hogy ez víz. És amikor észrevette, jaj, bement gyorsan a Rebbehez, és mondta, bocsánatot kérek, hogy véletlenül víz helyett alkoholt, vodkát raktak, azt mondta, hogy neked szem azt, hogy nyugi. Azt kell most legalább értem, hogy miért imádkoztam olyan jól. Ami azt jelenti, egy kis alkohol a Rebbének felszabadította a lelkét, és sokkal-sokkal mélyebben tudott imádkozni. Ami azt jelenti, nem mindig az ember iszik egy kis alkoholt, akkor tönkre teszi őt. Valamikor előjön az a lelke. És ezt mondta a Cedek is. Természetesen máskor ne tegyen az alkohol, de már így történt, az nagyon jó. Az nagyon jó volt. A Cemach Cedekről a Cemach Cedek ő nagyon hosszú életet élt, és az élete vége nagyon-nagyon-nagyon gyenge volt. Beteg és gyenge. És akkor ágyban szokott feküdni, egyszer csak azért, mert olyan gyenge volt, nem tudott kijönni az ágyból, és tanult. És valahányszor kellett neki egy könyvet, akkor mindig kért a Sameztől, a Gabettől, hogy hozzon neki könyvet. Erre egyszer, este volt, éjszaka volt, úgy döntött a Samesz, minek felkelni?
És erre, mint a Szem a Szedek szólt neki, hogy kéri, hogy jöjjön segíteni, úgy csinálta, mint a alszana. És amikor egyszer, kétszer, párszor szólt neki, és ő úgy csinált, mint a semmit nem tud. Miért? Jó, ez volt. Ő akarta látni, hogy mi lesz ennek a következménye. Erre hihetetlen történet, hogy egyszer csak hallja, ahogy a Szem a Szedek kezd énekelni. Énekelni az egy nagyon különleges haszi dolog, a Arba Bob, ha vers lenne, akkor a versszak. A négy része a dalomnak, az nagyon különleges dalom, és azt nagyon mélyen énekelt, utána kijött az ágyba, oda ment a kövespolchoz, levette a követ, és visszament az ágyba. Ami azt jelenti, hogy mivel a Sámez nem akart felkelni, lusta volt aznap este, akarta látni, hogy mi lesz a megoldás, erre az alterebe, erre a Szem a Szedek kénytelen volt egyedül megoldani ezt a problémát, és erre erőt kapott erről a különleges dalamról. Na, akkor ma este egy kicsit rövidebb leszünk, ugye készülünk itt a Pesachra, sok minden van. Először mondom, hogy holnap este lesz a kérdés, a rabit kérem mindenkit, hogy jöjjön jó kérdésekkel, igyekszem rájuk válaszolni. És a másik dolog, hogy a hétfőn este van az első széder, azt pedig én meg fogom tartani a Vasvári Pál utcában, a második este a Nógrádi Bálint fogja tartani, aki még nem jelentkezett, gyorsan jelentkezzen, vagy a zsidóünnepek.hu-n is, ott a Vasvári széder, vagy írjon egy mailt, seder@zsidó.com-ra. No. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek, szia!